rám a szót. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, és én is sok szeretettel üdvözlöm Önöket. Ez így volt, tehát medikus koromba kerültem bele ebbe, természetesen akkor még nem mint vezető, hanem dopingellenőrként, és ez azóta is így van, hogy sokat kell utazni, szeretni kell a sportot, a sportolókat, és hát főleg elég komoly probléma megoldó képességgel kell rendelkezni, mert itt mindig történik valami. Tehát ez nem egy unalmas szakma, itt mindig van valami izgalom. Most, amit én gondoltam, hogy megosztanék a közönséggel, Önökkel, akik itt vannak, és akik a tévéképernyője előtt néznek minket, az egész doping kérdésnek honnan jött, hová tart, mi volt az ókori olimpiai játékokon, hiszen ugye mindig minden az olimpiákról szól, régen is így volt ez, volt-e doping, volt-e doping ellenőrzés, illetve hát hol tartunk ma? Mi az, ami ma jellemzi ezt az egész dopingellenes feladatkört, illetve ezt az egész nagy sportot, amit versenysportnak hívunk? Csapjunk is mindjárt bele akkor a közepébe. Maga a szó, mit jelent az a szó, hogy doping? Ugye ez olyan nagyon triviálisnak tűnik, hát mit jelent? Azt jelenti, hogy serkenteni, izgatni. Ez így van, de honnan jön maga a dop szó? Mindenki azt gondolja, hogy az angoloktól, vagy az angol szász irodalomból vettük át, ez is, ebben is sok igazság van, de az igazi, eredeti szó az egy afrikai törzstől származik, ahol a bizonyos izgató, bodító pálinkaféleséget fogyasztott a sámán, és hirtelen látta a jövőt, és hát jó tanácsokat és ötleteket tudott a törzsnek mondani különböző vallási ünnepségek alkalmával, és ez jelentette maga a dóp, és ezt aztán a búrháborúkon keresztül jutott el az angol szász szokon keresztül a világ minden nyelvébe és szótárába, hiszen mindenhol egyformán dopingnak hívják. Mi magyarok szeretjük a különleges és unikális dolgokat, mi vagyunk az egyetlenek a világon, akik két P-vel írják. Ugye a magyar helyesírás szerint a dopingot két P-vel kell írni, sehol máshol a világon nem, mindenhol egy P-vel irandó. Ez komoly kommunikációs zavart okoz, el kellett értessük a világgal, és el kellett velük fogadtassuk, hogyha e-mailt akarnak nekünk küldeni, akkor lesznek szívesek két P-vel írni a dopingot. Mindig mindenki elsőre megkérdezi, hogy miért. Azért, mert mi magyarok ezt így csináljuk. Tehát a doping szó két P-vel irandó, és akkor most azt is tudjuk, hogy akkor honnan származik. Itt a képen még lehet látni, hogy lovakkal is foglalkozunk, illetve foglalkoztak. Egyébként ez nagyon jellemző volt, elsősorban a lovasportból jött a magának a doping ellenőrzésnek a tényleges, tervszerű és szervezett bevezetése. Lovak, ugye a lóverseny az egy nagyon népszerű versenysport volt, főleg a sportfogadás része, hát bizony ott a doping az erősen jelen volt. Tehát az igazi, a klasszikus doping ellenőrzés az a lovas irányból jött, és az első tiltólisták is lovaknál voltak. De azért mi csak kanyarodjunk vissza az emberekhez, és ígértem, hogy beszélünk egy picit az ókori olimpiai játékokról. Az én nagy teóriám az, hogy az ember az mindig, tehát akár az ókori emberről beszélünk, akár a mai emberről, bizonyos emberi képességek és tulajdonságok azok jellemzőek. A kreativitás, a versenyszellem, a másiknak a legyőzése, akár valami csalafintasággal egy kicsit kigáncsolni, kikerülni, megkerülni, ügyeskedni, ezek emberi tulajdonságok. Ez mindig benne volt a sportban, ma is így van. Azt próbálom megmutatni, hogy mi történt az ókorban, és ennek milyen, hogyan tudjuk megfeleltetni a mai gondolkodásmóddal és a mai dopingos kérdésekkel. Ugye, ünnepi játék nincs, ami méltóbb dalra, mint az olimpia, mondta Pindarosz, ez egy nagyon szép mondat, már az ókorban is minden az olimpiáról szólt, ugye Krisztus előtt 776-tól Krisztus előtt 261-ig jegyezzük, de még utána is voltak olimpiai játékok 4 évente, aztán hát ugye fokozatosan elhalt ez a szép hagyomány. Jellemző volt, hogy csapatsportok nem voltak, csak egyéni versenyzők, nők nem vehettek rajta részt. A győzteseket nagyon megbecsülték, nagyon nagy dicsőség volt
nagyon komoly jutalommal járt. Ugye emlékszünk az athéni olimpián, amikor ennek a remake-je volt az ókori olimpiai játékoknak, akkor ilyen olajákból font koszorút osztottak a győzteseknek. Ez azt imitálta, hogy ez az ókorban is így volt, de hát ugye nem csak olajág koszorút kaptak, hanem hát komoly pénzjutalommal járt, szobrot kaptak, felállították a városállamukba, városukba, tehát ez egy nagyon-nagyon nagy dicsőség volt, hogyha valaki olimpián győzött. És jellemző volt, hogy az olimpia ideje alatt, hiszen 4 évente volt, az olimpia területe maga semleges volt, illetve az olimpia idejére fel kellett függeszteni a háborút, a viszálykodást, és hát ugye mindenkinek lehetőséget kellett teremteni, hogy a játékok ideje alatt részt vehessen az olimpián és megjelenhessen. Ez is egyébként ma jellemző, tehát van, hogy az olimpiai időszaka, akkor úgy hirtelen mindenki békét költ, és hirtelen egy kicsit úgy elcsendesülnek a politikai viharok is, hiszen az olimpiai közvetítés, az olimpia időszaka az ma is, hát hogy úgy mondjam, szentnek tekinthető. Hogy mondjak egy személyes példát, hogy az én csapatom nagyon sok helyen jár a világban doping ellenőriz, hiszen nem csak Magyarországon ellenőrizzük a sportolókat, hanem más országokban is, és a londoni olimpia előtt Észak-Koreába kellett volna mennünk doping ellen, és Észak-Korea akkor éppen, vagy azóta is háborúban állt az Egyesült Államokkal, és hát ugye eléggé bizonytalan volt a politikai helyzet, ugye nem olyan könnyű Észak-Koreába bejutni. Szerintem nem sokan vannak a világon, akiknek sikerült, az én csapatom többször is járt ott, és akkor egy nemzetközi sportszövetség kért fel minket, hogy menjünk oda és ellenőrizzük a sportolóit, és akkor én mondtam a szövetség elnökének, hogy kizár dolog, hogy oda mi beutazó vízumot fogunk kapni, vagy csak úgy oda beengednek doping ellenőröket, mire ő azt mondta, hogy nyugi, ha el akarnak indulni az olimpián, már pedig el akarnak, és ez nagyon fontos a sport Észak-Koreában is, akkor figyelje meg, hogy ki fognak békülni, és meg fogják kapni a vízumot. És tényleg így volt. Tehát hirtelen olvastam az újságban, hogy elcsendesedtek a viharok, békülés Dél-Koreával, családegyesítés, hirtelen beengedtek különböző nemzetközi szervezeteket, mi is megkaptuk a beutazó vízumot. Hozzáteszem, Észak-Koreában csak odafele lehet megvenni a repülőjegyet, visszafele csak ott a helyszínen, úgyhogy nem olyan egyszerű bejutni, talán könnyebb, mint kijutni. De sikerült bejussunk, sikerült mintát venni, és sikerült kijutni, és amikor lezajlott az olimpia, meg volt az olimpiai játékok, ott voltak, részt vettek rajta, eredményt is értek el, és amikor vége lett, és lecsendesedett az olimpiai érem körüli örömmámor fenyemben, akkor egyszer csak hirtelen megint hadat üzentek egyes országoknak, és hirtelen megint visszatért a háborús helyzet. Hát ez így volt az ókorban is, tehát az olimpiai ideje a szent és sérthetetlen volt, a terület az semleges volt, és nagyon kellett tisztelni ezt az időszakot. Milyen versenyszámok voltak? Ugye a futás, többféle fajtája is volt a futásnak, a stadion átfutás, a hosszú távfutás, teljes fegyverzetben való futás, pentatlon, futás, gerelyhajítás, diszkoszvetés, távolugrás és birkózás, ez egy picit eltér a mai modern pentatlontól, tehát öttusától, de itt is már megvoltak a kezdetek az öt sportágnak az összevonása, ökölvívás, egyfajta ilyen pankrációnak hívjuk, ma ez is egy ilyen erős sportág volt, birkózás és különböző lovas versenyek. Jellemző volt, hogy nagyon figyeltek az esélyegyenlőségre. Az azt jelentette, hogy 4-6 héttel már az olimpiai játékok előtt összegyűjtötték a sportolókat, mindenki megérkezett olimpia helyszínére, és azonos edzésidőt, azonos bőséges, energiadús táplálékot kaptak, és árgus szemekkel figyelték egymást, hogy nehogy valaki több vagy jobb minőségű táplálékhoz jusson, vagy többet edzhessen. Persze ezt is megpróbálták azért többször kijátszani, de egyébként ez ma is felmerül, tehát voltak olyan elképzelések az újkori játékok idején is, ugye pont a dopping ellen, hogy jó lenne például 4-6 héttel az olimpiai játékok kezdete előtt összegyűjteni a sportolókat, és esélyegyenlőség és azonos körülményeket teremteni, és egymást figyelni, mindenki ott van. Nyilván vannak olyan szerek, amiket korábban érdemes bevenni, és ki fog tartani a hatásuk, de azért ez a 4-6 hét az pont az, hogy azért nagyon sok dopingolást ki lehetne ezzel szűrni, és hát főleg tényleg azonos körülmények között lehetne a sportolóknak készülni.
10.500 sportoló indul körülbelül egy olimpiai játékokon, 10.500-10.900 között van a sportolói létszám, egyszerűen kivitelezhetetlen logisztikailag, hogy ez ennyi embert egy városban elhelyezzenek, és azonos zárt körülmények között, ugye a falu nagyon zárt, oda kívülről nem lehet bejutni, tartsanak. De komolyan felmerült ötletként, hogy talán ez is inkább az esélyegyenlőség irányába hatna. Na nézzük tovább. Vagy győzelmi babér, vagy halál. Ugye ez ma is így van, a sportoló mindent föltesz egy lapra. Hát ha talán a halálig nem is kell eljutni, de a teljes lemondás azért nem könnyű mai a sportolónak lenni, hozzá kell tegyem. Azzal együtt is, hogy nyilván én a doping ellenőrző oldalt képviselem, és én sok csalafintaságot látok az élsportban, de egy biztos, hogy élsportolónak lenni az hihetetlenül tehetségesnek kell lenni, önmagában a doping semmire nem elég. Hihetetlenül tehetségesnek kell lenni, nagyon-nagyon sok munkát kell végezni, és nagyon sok lemondással jár, nagyon nagy alázattal a sportág iránt. Másképp nem lehet valaki olimpiai bajnok. Ez így volt az ókorban is, így van az újkorban is. De mik azok a hatások, amiért az egyáltalán a dopingba belevágnának a sportolók? Ne fáradjanak el, ne érezzenek fájdalmat, egy fokozott izommunkát tudjanak elvégezni, és ugye ez a bizonyos stresszreakció, az nagyon oda tudják magukat tenni, nagyon tudjanak koncentrálni, ez a hívják formaidőzítésnek, akkor kihozni abban az időpillanatban a legjobb formát és a legjobb teljesítményt. Ez egyébként a legnehezebb, és ha azt kérdezik tőlem, hogy mi az, amiért ma a dopingot leginkább használják, az például ez. Mert ugye sokan tudnak, tehát nyilván a legtehetségesebbek, a legjobbak, de mondjuk egy 20 ember el tud jutni egy olimpiai kvalifikációig, egy világbajnoki döntőig, vagy egy olimpiai döntőig, hogy aznap ki lesz az az egy, aki föláll a dobogó tetejére, az nagyon-nagyon pici nüansznyi dolgokon múlik, ugye hát most ma már tényleg század másodpercekben mérünk bizonyos teljesítményeket, vagy centimétereken, vagy millimétereken múlik az elsőség, tehát ezt a fajta akkor kihozni a legjobb teljesítményt, ez például egy nagyon hát motiváló erő a doping szempontjából, de ugyanígy a fáradtság legyőzése, a fájdalom, a savasodás, az izmok elnehezülésének a legyőzése, és hát eleve a fokozott izommunkának az elvégzése. Ez ma is pontosan ugyanígy van, mint ahogy az ókorban volt. Milyen szereket használtak? Nyilván ebben nagy a különbség, tehát ma már egy nagyon kifinomult, elsősorban szintetikus anyagokkal dolgozik a dopping, és ma már egy iparág épül, tehát ugye mindig azt kérdezik tőlem, hogy miért ilyen drága a doping ellenőrzés, kétségtelen, hogy drága, mert egy nagyon szűk és unikális analitikai eszköztár kell hozzá, akár laboratóriumokban, ugye a világon összesen van 31 nehány vada akreditált laboratórium, aki egyáltalán képes doping analitikára, Magyarországnak nincsen vada akreditált laboratórium, a pillanatnyilag Ausztriában van a legközelebb, az Eibersdorfban, az Bécstől egy 60 kilométerre egy biológiai kutatóintézet, mi oda visszük az összes magyar mintát, tehát már az ellenőrző része is nagyon, nagyon komoly háttértudományt és hát anyagi forrást és eszközparkot igényel, de a doping fejlesztése az talán még nagyságrendekkel drágább, hiszen ma már úgynevezett designer szerekben gondolkodunk, tehát hol van már a régi világ, 20 évvel ezelőtt a jó öreg Nerobol, ami még patikába kapható volt, ugye egy anabolikus androgén szteroid, vagy volt régen a Gerovit, az egy multivitamin volt, egy kis szteroiddal kombinálva, vagy a retabolil injekció, amit lehetett szintén ugye idős olyan szervezetnek, aki egy senyvesztő betegségen, vagy egyáltalán a korából adódóan elsorvadtak az izmai az idős embernek, akkor lehetett egy pici retabolillal roborálni, és az felépítő folyamatok irányába terelgetni a szervezetet. Ezeket már fényévekre van a mai dopping. Tehát ma már kifejezetten dizájnerszerekről beszélünk, azt jelenti, a mi szakmánkban az dizájnerszer, hogy kifejezetten a sport számára teljesítményfokozó céllal fejlesztik ki, és egészségügyi ellenőrző hatóság sosem látta. Az mit jelent? Azt jelenti, hogy nem ismerjük az összetételét. Mert ha törzskönyvezve lenne, gyógyszer lenne, akkor pontosan lehetett tudni, hogy miből mennyi van benne, és milyen összetételben. De mivel nem így van, ezért nagyon nehéz a kimutatás, hát nem véletlen, hogy a
Az analitikai oldal, a kimutatás azért az nagyon-nagyon le van maradva a dopingoló oldalhoz. Ugye gondoljunk csak bele, hogy azt mondja a WADA, a World Anti-Doping Agency, a Nemzetközi Dopinges Ügynökség, ez a doping ellenőrző oldalon a legmagasabb nemzetközi szervezet, aki azért felel, hogy az országok között koordinálja a dopingellenes feladatokat, és ellenőrizze, hogy egyformán végrehajtjuk-e a szabályt. Ugye a WADA kódex a legfőbb szabály, amit minden országnak a saját törvénykezésébe át kell emelnie. Tehát ugye azt mondja a WADA, hogy az olimpián indulok 30, de inkább 40%-a biztosan használta felkészülése során valamilyen tiltott szert. Ehhez képest az analitika, tehát a laboratóriumi pozitivitás 1,5%. Tehát a 30-40 és a 1,5% között elveszítünk egy csomó-csomó dopingoló sportolót, nem tudjuk kimutatni. Lehet érezni, hogy azért ebben nagyon komoly különbségek vannak, majd megmutatom, hogy mit tud tenni ma az ellenőrző oldal, hogy ezen egy picit javítson. Tehát visszatérve azért az ókorra, hogy milyen szereket használtak, nem szintetikus szereket, tehát nyilván ezt ki lehet találni, különböző növényi eredetű kivonatokat, gombakivonatokat, a mandragóra gyökér, ugye nyugtató és emésztésserkentő hatása volt, de már például nagyon-nagyon okos megfigyelés volt, hogy rájöttek arra, hogy extrém mennyiségű fehérjét, ha fogyasztanak, akkor sokkal nagyobb izomerővel fognak rendelkezni. Ugye ez egy nagyon okos megfigyelés, ugye minél több fehérjét viszünk be, annál jobban fel tudjuk építeni. Tehát ma is a testépítő kilószám esznek különböző fehérjeporokat, és igen nagy mennyiségű fehérjét fogyasztanak. Sőt, arra is rájöttek, hogy a különböző futószámokban, illetve erős sportágakban más és más típusú fehérjét, más és más típusú, elsősorban állati fehérjét adtak nekik, más és más típusú húst kell adni. Tehát például a hosszú távfutók, azok kecskehúst kaptak, mert ez egy sovány hús, kevés zsiradékkal. A birkózók, meg a pankrátorok, ahol tényleg az izomerőnek jelentős szerepe volt, azok disznóhúst kaptak, mert az egy sokkal zsírosabb fajtájú hús volt, azzal ugye más típusú izomtömeget lehetett felépíteni. És hát, mint mondtam, a doppingolás és az ellenőrzés az mindig párhuzamosan haladt, azért a kezdetekkor is hát valamennyire volt ellenőrzés is, ugye hamar rájöttek arra, hogy fizikális vizsgálattal, a pupillának a megfigyelésével, különböző kábítószereket ma is egyébként jól lehet látni a pupilla tágulatából, vagy szűkületéből, vagy egyáltalán a fizikális megjelenéséből a sportolónak, vagy a viselkedéséből, tehát nyilván itt azért a galócaféleségek után azért nem egyformán viselkedtek a sportolók. Bizony lehetett sok minden empirikus megfigyelést tenni, és hogyha valaki, elsősorban egyébként a lovakat nézték, és ha valakin azt találták, hogy doppingolt, akkor azt egy életre kizárták az olimpiai játékokról, az egy nagyon nagy szégyennek számított már az ókorban is. Én annak idején, amikor az orvosi egyetemre jártam, akkor ugye minden professzorunk úgy kezdte elsőben, hogy már a régi görögök is. Én ezt nagyon szeretem, ezt a mondatot, mert azt gondolom, hogy már a régi görögök sem csináltak mást, mint hihetetlenül jó megfigyeléseket tettek a természettel kapcsolatosan, a természetben éltek, és próbálták megfejteni a különböző biológiai folyamatokat. Na, hagyd mutassak egy ilyen jó megfigyelést. Ugye a Crotoni Milon az egy nagyon híres olimpiai játékos volt az ókorban, volt egy olyan közmondás is, hogy egészséges, mint a Crotoni, ez olyan, mint a makmarci, tehát a kicsattant az egészségtől, azt jelentette. Hatszoros olimpiai bajnok volt, az első olimpiai aranyér még 14 éves korában nyert, ő alapvetően birkózó volt. Na nézzük, hogy mit csinált ez a Crotoni Milon. Hát egyrészt volt egy saját borjú tenyészete, napi 9-15 kilónyi borjúhúst evett meg állítólag. Nyilván ezeknek a feljegyzéseknek egy része azért nem biztos, hogy annyira tudományosan alátámasztott, de én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas akkor is. Tehát 9-15 kg között volt a borjú, az elfogyasztott borjúhús mennyisége, attól függően, hogy versenyidőszak volt, vagy alapozás. Ugye ez nem mindegy, ma sem. Állítólag ugyanennyi kenyeret fogyasztott, mert ugye zseniális megfigyelést, nem elég csak a fehérje, azt képviselni a bonyus kell, a szénhidrát is, hiszen azt is ugye be kell építeni, és az is kell ahhoz, hogy energiát nyerjen a sportoló. A 10 liter bort azt nem annyira értem orvosi szempontból, valószínűleg annak inkább élvezeti értéke volt, de állítólag nagyon, nagyon szerette,
és hát az ókori krónikások szerint 50 ezer kilokalória fogyasztott el egy nap. Ez picit soknak tűnik, ugye Michael Phelps is csak 25 ezer kilokalóriát mond, hogy versenyidőszakban annyit fogyaszt, az is rettenetesen sok. Tehát annak idején, amikor az egyetemre jártam, akkor ugye azt mondtuk, hogy egy könnyű fizikai munkát végző, tehát mint egy irodai munkát végző ember, 2000-2500 kilokalória, akinek igazán szabad sokat és zsírdús és nagyon energiadús táplálékot tennie, azok a kanadai favágók, mert hideg is van, meg fizikai munkát is végeznek, ők megehettek 10-11 ezer kilokalóriát is, de a 25 ezer azért az egy extrém mennyiség. De hát ugye Michael Phelps, egy sokszor olimpiai bajnok úszóról beszélünk, és hát ezt ő állítólag tészta formájában fogyasztott el ugye versenyidőszakban. Hát higgyük el, hogy így volt, de ahhoz képest azért az 50 ezer azért az még mindig egy nagyon-nagyon magas és beláthatatlan értéknek tűnik. Nem szerettem volna a koszorús erejét vizsgálni ennek a szegény Crotoni Milonnak, de minden esetre megfigyelés szempontjából, tehát az izomerő szempontjából valóban a fehérje, a szénhidrátnak a bevitele az fontos. Rendszeresen fogyasztotta a kakas zuzáját, ugye ennek inkább ilyen mágikus szerepe van, ma is egyébként a sportok nagyon babonásak, tehát én annyi plüssnyulat, állatot, kutyust láttam doping ellenőrzésre is behurcolni, meg nem mindegy, hogy melyik lábával indul el az ember, vagy hogyan kell fel, tehát ez a fajta babonás, hát kicsit ilyen mágikus gondolkodás, ez ilyen ma is jellemző a sportolók egy részére, valószínűleg ő is azért fogyasztotta az uzát, mert hogy mint a legharciasabb madár, reménykedett benne, hogy belészáll ez a harcias erő. A több kilónyi fokhagymának az elfogyasztása az már egy nagyon érdekes megfigyelés, és megint azt mondom, hogy zseniális volt az ókori ember, hiszen tudjuk, hogy a fokhagymának perifériás értágító hatása van, koleszterin csökkentő hatása van, nem is ártott, ennyi szénhidrát és zsíradék elfogyasztása után, és ugye van egy természetes antibiotikus hatása, most az ókorban, amikor még nem volt Fleminges a penicillin, akkor azért az nagyon nem mindegy volt, hogy van-e például egy ilyen tisztító, megelőző antibiotikus hatása. És hát itt jön a lényeg, amire azt mondom, hogy zseniális is volt az ókori ember, rendszeresen fogyasztott állítólag nyers bikaherét. Most ne menjünk bele a kulináris részébe, hogy ez jó-e, finom-e, szeretnénk-e ezt elfogyasztani, de egy biztos, mi a nyers bikahere? A tesztoszteronnak a forrása. Ez az igazi doping. Tehát anabolikus androgén szteroidot fogyasztott, csak nem szintetikus formába, hanem a bikának a tesztoszteronját sikerült elfogyasztania. Magyarul ezt a mértéktelen mennyiségű szénhidrátot, fehérjét be is kellett valahogy építeni, tehát ez abszolút ugye az anabolikus, a felépítő folyamatok irányába hat, tehát rá segített egy kis tesztoszteronna. Óriási. Óriási megfigyelés, én azt gondolom. És hát mindennél jobban szerette a mézet, ami hát ugye önmagában egy energiaforrás, van egy immunerősítő hatása is, és hát ugye ennek is van egy kis antibiotikus hatása, és azt mondják, hogy hát ez okozta a vesztét is, mert hogy vadméhek csípték halára, bár én olyat is olvastam, hogy azért a politikai ellenfelei irányították a vadméheket, ezt sosem fogjuk megtudni, de minden esetre már akkor is nagy harc volt, és hát a presztízs, a hatalom, a népszerűség, a szponzorok azért nagy harc volt, és hát azért abban sok minden olyan eszközt is bevetettek, ami hát nem biztos, hogy a leginkább a fair play irányába mutat. Na, egy picit hagyjuk el az ókort, ugorjunk egy kicsit nagyobbat időbe. Annak idején nekem nagyon komoly meglepetést okozott, és nagyon érdekesnek találtam, hogy a háborúkból mennyi mindent tanult az emberiség, és ugye a kreativitást fokozzák a háborús helyzetek, hiszen gyorsan kell cselekedni, hiszen mindenképpen ki kell valami olyat találni, amivel le tudjuk győzni az ellenséget. Ugye lehet látni, hogy elsősorban ugye a fájdalomcsillapítás volt, illetve a stimulálás volt fontos érthető módon a hadseregbe, de már a II. Világháború az például egy abszolút korszakváltó volt a doping szempontjából is. Ugye ez egyébként most teljesen mindegy, hogy melyik oldalról beszélünk, hiszen az Energy tabletet, ami egyértelműen amfetamin származék volt, és sokkal jobban lehetett stimulálni a katonákat, ugye főleg azoknak adták, akik a légierőnél dolgoztak, sokat repültek, nagyon kellett figyelni, hosszú órákat kellett megfeszített figyelemmel tölteni.
Ott azért előszeretettel alkalmazták, de ugye a másik oldalon a metamfetamin, a pervitin, erről majd azért beszélünk még egy gondolatot, mert nagyon érdekes volt, ugye az 1954-es foci VB-nek is egy jelentős szereplője volt ez a bizonyos pervitin, ez egy metamfetamin, aztán hát megjelent a tesztoszteron. A tesztoszteront egyértelműen azért adták, mert az agresszivitást lehet vele fokozni. Ma is egyébként az egyik első jel, amikor szülők jönnek hozzám és kérdezik, hogy a gyerek lejár egy edzőterem, be, sok minden olyat feltételeznek, hogy esetleg dopingszerhez nyúl, mit érdemes figyelni, érdemes a személyiségváltozást figyelni. Nagyon első jel tud lenni az agresszivitásnak, az arrogáns, agitált személyiségnek a megjelenése. Ezért adták a tesztoszteront, ugye, hát elsősorban ugye a német hadseregben, nem tudsz ebben mondani, tehát az ölési képességet, vagy azt a bátorságot, amire a katonának szüksége van, ezzel próbálták fokozni. De megjelenik a vértranszfúzió, ugye a magaslati alkalmazkodáshoz, hát ma is a vérdoping az abszolút reneszánszát éli, gondoljunk a Tour de France-ra, ott minden kis vámpírok így lógnak a különböző véres tasakok, és hát a vérdoping az nagyon-nagyon-nagyon népszerű, és hát végül, de nem utolsó sorban, ugye az anabolikus androgén szteroidoknak a megjelenése és a második világháborúhoz köthető. Állítólag az Egyesült Államok oldalán, amikor a koncentrációs táborokat az amerikaiak felszabadították, akkor ugye ott rettenetes fizikai és mentális állapotban lévő embereket találtak, és ott volt egy lelkes amatőr testépítő orvos az amerikai hadseregben, aki hát azért már volt valami elképzelése a szteroidokról, hogy az bizony az izomtömeget tudja növelni, és hát végső kétségbeesésében elkezdte a foglyok, vagy a felszabadított foglyok egy részének anabolikus androgén-szteroidot adni, és mindenki megdöbbenésére sokkal gyorsabban regenerálódtak, legalábbis fizikálisan, sokkal gyorsabban visszanyertek valamit az izomerejükből, mint azok a szerencsétlen sorsú társaik, akik ezt nem kapták. Tehát annak idején az anabolikus androgén-szteroid, és erre azért így gondoljunk, csodaszámba ment. Tehát amikor azt felfedezték, akkor azt mondták, hogy most megtaláltuk azt a csodaszert, amivel megvédjük a sportolót a sérüléstől, amivel erőt tudunk neki adni. Az egy más kérdés, hogy el kell telnie 10-15 évnek, mire megjelennek a mellékhatások, vagy látjuk, hogy egyáltalán milyen következményei vannak annak, hogyha az emberi szervezetbe hormonálisan, hiszen ezek hormonok, beleavatkozunk. Ugye mondtam, hogy a pervitinről még beszéljünk egy mondatot, ugye metamfetamin származék, a halálfélelem csökkentésére és az agresszió fokozására adták annak idején a német katonáknak, az volt a beceneve, hogy Hitler Speed. Ugye Crystal Speed, Ecstasy, MDMA, tehát azért ezek ma már a nagy ágyuk közé tartoznak kábítószer formában is. Miért mondtam azt, hogy az 1954-es foci világbajnokságnak egy jelentős szerepe volt, mert hát sajnos már nem nagyon van olyan, aki még részt vett volna ezen, vagy nagyon emlékezne, mint szemtanú erre az időszakra, de bizony nem olyan régen a németeknél különböző kezelési lapok és kórházi zárójelentések láttak napvilágot, hogy a VB után a német csapatnak egyes tagjai egyértelműen az amfetamin túladagolás tüneteit mutatva kerültek kórházba. Tehát vélhetően, és ezt most már azért nagyjából elismerik, ezt a bizonyos pervitint kapták, hogy ugye stimulálják őket, és ugye amit mondtam, hogy csökkentsék a félelmet, fokozzák az agressziót, tehát jobban oda tudják magukat tenni ezen a bizonyos meccsen. Hát ezt mi tudjuk jól, magyarok, hogy ez mivel végződött ez a meccs. Felismerült, hogy lehetne valamiféle jóvátételt kapni, hiszen hát ez egy elcsalt, eldoppingolt világbajnoki döntő volt. Lehet, hogy 1954-ben se tiltólista nem volt. Hol volt a vada? Hát sehol. 1999-es a vada, tehát nem jött szóba, ugye nem volt mi alapján eltiltani bárkit, vagy nem volt mi alapján visszamenőleges szankciót alkalmazkodni, úgyhogy ez egy ilyen fájó pont marad, de úgy tűnik, hogy a doping az bőven-bőven már akkor is a sportban benne volt.
Egy picit nézzük a doping ellenőrzésnek a történetét. Ugye most itt a klasszikus doping ellenőrzésről beszélek, nem erről az ókori empirikus megfigyelésről. Ugye az 1896-os Bordeaux-Párizsi kerékpárversenyen történt egy haláleset, ami hát rávilágított arra, hogy itt bizony valamiféle probléma lehet. Ugye az első dopingszerek ugye elsősorban stimulánsok voltak, lásd pervitin, strichnin, nyers tojás és konyak keverék az egy népszerű koktél volt sportolói körökben, ugye csökkentette a fájdalmat, és egy kis mennyiségben a strichninek stimuláló hatása is van, nagy mennyiségben azért nem a hosszú élet titka, de kis mennyiségben azért lehetett stimulánsnak használni. Ugye mondtam, hogy az első dopinganalízisek lovaknál voltak, tehát ugye már akkor is óriási pénz volt a lovas versenyekben, és hát azzal kezdtek el először foglalkozni, és hát ugye egyértelműen a stimulánsok irányába ment az első ellenőrzések és az első kimutatások. Az 1960-as római olimpia az egy nagy vízválasztó volt az ellenőrzés történetében, ott egy Knut Jensen nevezetű dán kerékpáros fiú elhunyt, ezt most megpróbálom megmutatni. Ezek azért olyan képek, hogy kellő tisztelettel kell velük bánni, ezek ugye jogvédett képek, ugye a WADA lehetővé teszi, hogy megmutassuk dopingellenes felvilágosítás céljából, de hát azért ugye itt lehet látni, hogy ez a fiú, ugye ez a szörnyűség itt megtörtént vele az országúti kerékpár versenyen, összeesett, és hát ugye hiába próbálták újraéleszteni, nem sikerült, és elhunyt. Én lehet azért itt az arcán látni, hogy itt egy nagyon, nagyon távol van már ettől a világtól, és hogy az akkori szemtanúk, és ezért volt nagyon nagy vízválasztó, mert 1960-ban már volt televíziós közvetítés, tehát a világ egy része ezt látta, és élőben látta, és a szemtanúk elmondták, hogy már gyakorlatilag a klinikai halál állapotában volt, és megállt a szíve, de annyira túl volt pörgetve még amfetaminnal, hogy még izommozgásokat végzett, és tulajdonképpen tekert a lába, mert pedig már feküdt a földön, és hát ugye szegényt nem is sikerült megmenteni. Tehát ez egy óriási nagy nemzetközi figyelmet kapott, és azóta is egyébként majd fogják látni, hogy a médiának nagyon komoly szerepe van a doping és a doping ellenőrzés kérdésében. Nagyon sokszor a média az, ami rávilágít akár egy problémára, vagy ugye rengeteg, hát majd látják, főleg az orosz ügy kapcsán, hogy ott egyértelműen újságírók robbantották ki ezt az egész ügyet, ami hát aztán ugye tovább kígyózott, és hát egy nagyon komoly következményei lettek. 68 mexikói olimpia, az első ellenőrzések olimpián, és aztán jönnek a 70-es évek. Ugye most érünk el oda, hogy már az anabolikus androgén szteroidokat nem csak a gyógyászatban használják, hanem a sport is felfedezi saját maga számára. Tehát a 70-es, 80-as évek azok egyértelműen a szteroidokról szólnak. Ugye Müncheni olimpia, Montreali olimpia, itt azért már lehet látni, hogy anabolikus androgén szteroidokat is vizsgálnak, irgalmatlan mennyiségben használták, majd beszélünk egy gondolatot, hogy a német, az NDK sportolókról, ugye az egy fogalom a mi szakmánkban. És akkor itt a 76-os montreali olimpián került föl a szteroid a tiltó listára. Most ott átugorjuk, őt már láttuk. Itt vagyunk, ugye haladunk tovább, 80-as évek vége, de inkább a 90-es évek a vérdopingról és az EPO-ról szólnak, 90-ben kerül fel az EPO a tiltó listára, és aztán a Sydney olimpián kezdik el először az EPO-t nézni és kimutatni. Azt azért lehet látni, tehát hogy 90-ben kerül fel a tiltólistára, felkerül a tiltólistára, az azt jelenti, hogy van róla információ, van róla kutatás, van róla bármilyen olyan hír, hogy ez doppingként megjelenik, de mire az analitika utoléri, legalább 10 év. Ugye 2000, 2004, hogy egyáltalán elkezdenek, inkább 2000, egyáltalán elkezdenek tudni EPO-t kimutatni. Ugye itt a Sydney olimpián kezdték el az EPO-t először mérni. Megjelennek az egyértelműen designer szteroidok, megint csak 2000-től, az a bizonyos THG botrány, a tetrahidrogesztrinon, az egy kifejezetten a sport számára kifejlesztett, az Egyesült Államokban kifejlesztett anabolikus androgén szteroid volt. Senki nem tudta, hogy mi az, de 10 évig nézték az amerikai kollégák, hogy szednek valamit, hogy valószínűleg szteroid, de nem volt róla semmilyen elképzelésük, hogy mi lehet az, és hát a dopingellenőrzés történetében gyakran előfordul, hogy egy edző összeveszett a tanítványával, megjelent az USADA-nál, az amerikai dopingellenes szervezetnél egy kis vizeletmintával,
meg magával a THG-vel, és azt mondta, hogy akkor én most szeretném elmondani, hogy ez szedik. És onnantól kezdve nagyon egyszerű volt a tesztet megcsinálni, csak az egész amerikai atlétikai válogatottat konkrétan le kellett cserélni, ugye mindenki belebukott a THG-ba, ugye Marion Jones talán az egyik legismertebb alakja ennek az egész THG botránynak és a Balkó laboratórium. Hát a 2004-es athéni olimpiai játékok az ugye nekünk is egy komoly vízválasztó volt, hiszen ott Magyarországnak 5 pozitívja volt. Ugye nem tudom, hogy tudják-e, hogy úgy szól a szabály, hogyha egy sportágon belül top pozitív van, akkor magát a sportágat ki lehet zárni, például az olimpiai játékokból, vagy egy néhány évre el lehet tiltani. Ha viszont egy országnak egy olimpián több sportágban pozitívja, akkor magát az országot is lehet pihentetni és ki lehet zárni. Azért ezt mi az 5 pozitívunkkal, ami atlétik, ugye egy diszkoszvető aranyérmet vesztettünk el, meg egy kalapácsvető aranyérmet nem olyan messze innen, és a súlyemelésben is ugye volt 3 pozitív, tehát 2 sportág, 5 pozitív, nagyon-nagyon súroltuk azt a vonalat, ami fölött azt mondták volna, hogy Magyarországot kizárják az olimpiai játékokból. Hát ez itt, igen, ugye ez már azóta történtek, hát itt aztán nagyon felgyorsultak az események, ugye Peking, London, mindegyiknek megvolt a maga tanulsága, majd meg fogom mutatni, hogy milyen eszköze van a vadának ahhoz, hogy egyáltalán ezeken az olimpiákon a doppingról hát valami tényleg konkrét és kézzelfogható képet mutassunk, vagy lássunk, és aztán hát ugye 2014-ben az ARD televízió, mint mondtam, itt gyakran van, hogy a média robbantja ki ezeket a botrányokat, annak a dokumentumfilmje, ami hát elindította a lavinát, ugye az orosz sportolók szisztematikus állami doppingolása kérdést, onnan innentől kezdve aztán felgyorsultak az események, ugye különböző vizsgálóbizottságok alakultak, a McLaren jelentés nagyon híres, kizárták az oroszokat a Rio-i olimpiára, vagy legalábbis bizonyos sportágakban, majd még erről beszélünk, és hát ugye most tartunk ott, hogy Oroszországot aztán közben most rehabilitálták, és hát most tartunk ott, hogy 19-ben, idén novemberben Katowice-ben újra a kódrevízió lesz, és új elnököt választ a WADA, és nagyon reménykedünk, mert mi sokat harcoltuk mi is, hogy közép-európai elnöke lesz a WADA-nak, mert most a lengyel sportminiszter Vitold Banka úr a legesélyesebb, hogy a WADA elnöke legyen. Jó lenne azért egy ilyen lengyelországi közép-európai elnököt, mert egy picit erős az angol száz túlsúlya a WADA belül is, és hát nagyon tudnánk értékelni, hogyha közép-európa és Európa is hallathatná a hangját. Mondtam, hogy beszélünk az NDK sportolókról, ugye ez egy fogalom. Az NDK sportoló az annak idején, az NDK-ban az egy állami koncepció volt, hogy különböző sportágakban a pályafutása kezdetétől fogva folyamatosan anabolikus androgén-szteroidot adtak sportolóknak. Ennek a két úrnak az arcát, hogyha megjegyezzük, ugye az egyiküket Manfred Evardnak hívják, az NDK olimpiai bizottságának az elnöke volt, a másik urat meg Manfred Hoppnernek hívják, és ő volt az NDK olimpiai csapatának a vezető orvosa. És amikor aztán kiderültek a szörnyűségek, ugye itt azért egy párat én összegyűjtött, hoppá, bocsánatot kérek, csak így elugrott, egy pár ilyen mellékhatást itt összegyűjtöttem, hogy kivel mi történt az NDK-s sportolók közül, akkor, és megkérdezték tőlük, hogy hát mindezt hogyan tudták az orvosi esküjükkel, a nilnocerével, a neárcsal összeegyeztetni, akkor ugye az volt a válasz, hogy a hazaszeretet erősebbnek bizonyult az orvosi eskünél, ami hát az én szememben orvosként egy nagyon szomorú válasz, mert nem lenne szabad, hogy bármilyen nyomás legyen az pénz, hatalom, politikai nyomás felülírja azt, hogy a sportoló egészsége, vagy egyáltalán az állampolgár egészsége az mindennél fontosabb, de szemmel láthatólag azért van, ami ezt felül tudja írni, vagy legalábbis a múltban ez így volt. Egyébként a németeknél van egy jóvátételi bizottság, ez a hölgy, Ines Geipelnek hívják, ő maga is futó volt, akit a stázi stratégiailag veszélyesnek talált és kiiktatott, ő azt mondja, hogy egy
ő nem volt hajlandó egy idő után ebbe belemenni ebbe a doping programba, és akkor hát egy banális hasi sérvműtétnél a hasizmokat átvágták. Meggyógyult, de többet futó nem lehetett belőle, és élsportoló nem lehetett belőle. Ő ennek a jóvátételi bizottságnak ma az elnöke, és hát nagyon komoly pénzt és figyelmet fordítanak arra, hogy feltárják ezeket a múltbeli hát bűnöket, és akit lehet, azt rehabilitáljanak és mentsenek. De azért legyünk igazságosak, tehát ugye a NDK sportolóról beszélünk, de az NSZK-ban is ugyanez volt annak idején. Itt van szegény Birgit Dresszel, aki 1987. április 10-én hunyt el 26 éves korában, ő egy hitpróbázó volt, és a boncolás során 101 féle gyógyszert mutattak ki a gyomortartalmából. Tehát ott is ugyanez volt, tehát sajnos ebben az időszakban a doppingolás, én azt gondolom, hogy általános volt. Sok országban próbálkoztak vele, kétségtelen, hogy egyes országokban kifejezetten egy állami koncepciózus, felépített program mentén kapták a sportolók a tiltott szert, és hát nem nagyon volt választásuk, tehát nem nagyon kérdezték tőlük, hogy beleegyeznek-e, avagy sem. A legismertebb NDK-s sportoló talán, vagy az ő esete a legismertebb, hiszen amikor a német televízió egy dokumentumfilmet készített, akkor ő felvállalta a történetét és az arcát, és engedte, hogy belepillantsanak az életébe. Heidi Kriegernek hívják, 86-os súlylökő Európa bajnok, sokszoros német bajnok. Ugye 13 éves korától kapta a különböző szteroidokat, elsősorban dehidroklorometil-tesztoszteront, ami ma orátulinabol néven kapható egyébként, és elsősorban a távol-keletről jött fillérekbe kerül, és ma is nagyon népszerű a testépítők között. Hozzáteszem a mai gyerekek, tehát azt sem tudják, hogy mi az, hogy NDK, nem, hogy mi az, hogy NDK sportoló, vagy hogy dopping, de tényleg. Úgyhogy az orátulina volt, a kínaiak viszonylag olcsón gyártják és terítik vele a testépítő piacot. Nagyon népszerű, nekünk is volt jó néhány pozitívunk itthon Magyarországon, pedig azt gondolná az ember, hogyha megnézzük ezt a szerencsétlen Heidi Kriegert, ugye ez mind a kettő ő, itt ő tartja a kezében a dicsőség könyvét a fotóival, illetve az éremgyűjteményét, azt mind-mind-mind meggyerte. Azért mondom, hogy mind a kettő, mert 2000-re kiderült, hogy mivel 13 éves korától folyamatosan tesztoszteront kapott, tehát férfi nemi hormon, gyakorlatilag a női nemi működését teljesen tönkretették. Tehát ezért mondom azt, hogy a hormonális beavatkozásnak mindig ára van, nem feltétlenül pénzben, de mellékhatásban biztosan. Tehát nem lehet az emberi szervezetben büntetlenül és következmények nélkül beleavatkozni, úgyhogy 2000-ben kénytelenek voltak átoperálni, és ma Andreas Krieger néven él egy volt NDK sportolóknak fenntartott rehabilitációs központban, ugye súlyos máj és veselégtelenséggel küzd. Tehát ez a két ember, ez ugyanaz. Na most van olyan, hogy az ember, ugye ma sokat lehet erről olvasni, ugye pláne a Szemenya ügy kapcsán a transgender, a transzexuális sportolókról. Van olyan, hogy valaki nem feltétlenül abba a testbe születik bele, amiben szeretne élni, tehát nőként férfi szeretne, vagy férfiként nőként. Van ilyen. De ezek az emberek, amikor megtörténik akár az átoperálás, akár az életmódváltásuk, akkor utána egy boldogabb életet tudnak élni. Ő nem feltétlenül akart Andreas Kriegerként élni, tehát ő neki nem feltétlenül okozott ez örömet és boldogságot az életébe, vele ezt mesterségesen tették meg, és azért azt gondolom, hogy úgy, hogy nem volt választása, 13 éves korától folyamatosan kapta, így én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szomorú történet, és hogyha őre ránézünk, akkor mindig jusson eszünkbe azt, hogy az anabolikus androgén szteroidoknak mellékhatása van, és nem lehet büntetlenül nyakló nélkül anabolikus androgén szteroidot enni, pedig a mai testépítő körökben is nagyon népszerű. Gyakran kérdezik tőlem, ugye eljutottunk ehhez a nagy kérdéshez, hogy a doping liberalizációja vagy legalizációja, ez komolyan felmerül, és ugye komolyan vannak, akik emellett kardoskodnák, mondván, hogy a törvényi tiltás az ugye nem vezetett eredményre, igazából nem csökkent a dopingolási kedv, sőt, én azt gondolom, hogy az utóbbi időben talán erősödik is, ugye egy picit olyasmi, mint a kábítószer ellenes harc, hogy lehet tiltani, de
talán a felvilágosítás és a megelőzés többet ér, mint a klasszikus tiltás. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy orvosként én nem tudok valamibe olyanba beleegyezni, hogy legalizáljunk valamit. Ugye láttuk szegény Heidi Kriegert, ami biztos, hogy mellékhatást fog okozni, és biztos, hogy durva beavatkozás az emberi szervezetbe. Ez az egyik problémám ezzel a liberalizációjával, a dopingnak és legalizációjával. A másik problémám, hogy mennyi az az annyi. Tehát mikor mondjuk azt, hogy ezt a kicsit még lehet, de azt a kicsit többet már nem lehet. Tehát ugye egyéniek, erre nincsenek vizsgálatok. Hát egészséges emberen senki sem vizsgálja, hogy egy tök egészséges emberi szervezetbe beleavatkozom például különböző tesztoszteron készítményekkel, akkor kinél mikor jön el a mellékhatás, kinél meddig tolerálható a mellékhatás, és kinél mikor jönnek el a hosszú távú mellékhatások. Mert azért ezt ne felejtsük el, hogy ezeknek a szereknek nem csak akut mellékhatása, hanem hosszú távon is. Tehát a szívérrendszeri problémákat okoz, magas vérnyomás, cukorbetegség, anyagcserebetegsége, egy hatalmas nőtt szívizomzat, hát nem csak a vázizomzat nő, hanem a szívizomzat is. Igen, de a szívizomzathoz vezető koszorúsereg, amik táplálják és ellátják energiával és oxigénnel, az nem nő. Tehát magyarul lesz egy óriási nagy szívizomzat, amit nem táplál semmi. Márpedig az oxigénhiányt, ugye isémiának hívjuk, az az infarktushoz vezető út. Tehát ezek nagyon veszélyesek, és a hirtelen szívhalál például testépítő körökben nem ritka. Nem ritka, azt kell, hogy mondjam. Sajnos, és ez ennek a következménye. A harmadik problémám ezzel a kérdéssel, hogy engedjük vagy ne engedjük, ugye azt szokták mondani, hogy felnőtt emberek önálló akarattal joguk van dönteni. Tényleg tisztában vannak mindennel? Tényleg tudják azt, hogy hát én rendszeresen olvasok testépítő oldalakat, látom a cseteléseket. Hát, azért néha nagyon szomorú dolgokat lehet olvasni, hogy a srácok egymásnak adnak jobbnál jobb ötletet, és valami teljesen hamis és megdöbbentő elképzelésük van a tiltott szereknek a hatásairól és mellékhatásairól. Tehát én azt mondom, hogy ha felnőtt ember minden következménnyel tökéletesen tisztában van, persze, az dönt, amit akar, de tényleg tisztában van? Tényleg tud róla mindent? Tényleg látta már, hogy milyen mellékhatások vannak? Hát nagyon gyakran azt látom, hogy nem. Ugye új fogalmakkal is meg kellett ismerkedni a sportban, ilyenek voltak a dopingérzékenység és a dopingfertőzöttség. Szokták tőlem kérdezni, hogy van-e még tiszta sport. Én azt szoktam mondani, hogy minden olyan emberi képesség, legyen az fizikai vagy szellemi, hiszen a szellemi olimpián is van doping ellenőrzés, és sok bridge sportágban nem olyan régen volt komoly bukás, sokan megdőltek. Tehát mindent lehet fokozni megengedett eszközökkel. Mik a megengedett eszközök? Az edzésmunka, egy jól megválasztott edzésmunka, egy jól megválasztott edzésterv, egy jól megválasztott eszköz, egy jól megválasztott felkészülési terv, sportpszichológus támogatása, egy jól megválasztott diéta, különböző megfelelően kiválasztott biztonságos étrendkiegészítők. Ugye ma már rengeteg élettani vizsgálat van, amiből terhelésdiagnosztika, meg lehet mondani, hogy mit kell fejleszteni, mennyire lehet terhelni, miért lehet terhelni. Tehát ez az legális oldal. És hát van az illegális oldal, ami nyilván a doping, de lehet akár fizikai, akár szellemi képességet is befolyásolni, az izomerőt, az állóképességet, hát ugye a regenerációs időt lecsökkenteni és felgyorsítani, ezek mind-mind-mind rendkívül népszerűek, és mindegyiknek megvan a maga tiltott szere. Beszéltünk ugye az olimpiáról, mondtam, hogy beszéljünk arról, hogy milyen eszköze van a vadának arra nézve, hogy egy picit fokozza az ellenőrzés hatékonyságát. Ugye itt lehet a statisztikai adatokban bóklászni, és aki szereti a számokat, az nézegetheti, csak úgy nagyon finoman mondanám, hogy egyetlen olyan olimpia volt, ahol nulla darab pozitív eset volt. Azt gondolom, hogy nem olyan véletlen. Ugye a mai hát tudásunk fényében, de azért az mindenképpen elgondolkodható, hogy ugye lehet látni, hogy hogyan fokozódik a szám. Amikor készültünk a 24-es olimpiai pályázatra, akkor azt mondtam, hogy 8000 mintával számoljunk, ugye 24-re már elképzelhető, hogy 8000, 10500 sportolóban 8000 minta, hát az már tényleg már a kétharmada sportolóknak tesztelve van, ugye irgalmatlan költsége is van, de még ha csak 5-6000-ről is beszélünk, tessék megnézni a pozitív esetek számát. Ezek azok, amik közvetlenül az olimpián mérték. Tehát közvetlenül a döntők után az ott akkor elvégzett
pozitív eseteknek a száma. Ugye ideírtam a Riói olimpiához 2016, hogy folyamatban. Egyelőre 29 pozitívnál tartunk, de miért írtam oda, hogy folyamatban? Annak idején, amikor búcsúztam a sportolóktól, ugye a teljes magyar válogatottnak kellett egy ilyen dopinges felvilágosításon részt vennie, vizsgáznak, tehát ismerni kell a tiltólistát, nagyon sok minden tudást kell elsajátítaniuk, akkor mondtam neki, hogy a mintáknak az előülési ideje 10 év. 10 évig őrzik az összes olimpiai mintát a lozanni vadakritált laborba, és a 10 éven belül bármelyik évben, ha kell minden évben, elővehető és újra vizsgálható a minta, ugye az adott technikával, tehát hogy valami új fejlesztés jön, valami nagy ötlet, valami új metódus, akkor újra és újra lehet a mintákat vizsgálni, és bizony ebből sok-sok-sok pozitív tud születni. Tehát azt mondtam a sportolóknak, hogy nagyon fogunk örülni a Riói olimpia végén a jó eredményeknek, meg fogjuk könnyezni, amikor felhúzzák a zászlót és elénekeljük a himnuszt, én biztos, mert én rögtön sírva fakadok, hogyha meghallom a himnuszt, de a pezsgőt azt 2026-ban tessenek kibontani, mert ugye 10 évig őrzik, tehát valid az eredmény 26-ban lesz, utána megsemmisítik a mintákat, tehát a 26-os listán annak már örülhetünk. Addig még azért, akinek izgulnia kell, az, annak azért lesznek álmatlan éjszakái. Tehát, mit tud tenni a vada? Azt tudja csinálni, hogy elteszi a mintákat, őrzi, és előveszi, és évente előveszi, vagy két évente előveszi, és hogyha van egy új metódus, van egy új elképzelés, akkor újra és újra vizsgálja az összes mintát, vagy ha nem az összeset, akkor bizonyos sportágak mintáit. 2016 óta ugye 1100 újravizsgálat történt, itt most a Peking és a londoni olimpiáknak az újravizsgálatáról beszélünk, ugyanazoknak lassan le fog járni az ideje. Jelen pillanatban az 1100 újravizsgálatban 178 pozitív esetnél tartunk, ez 106 sportolót érint, 79 érmet vontak vissza. Ami azért nagyon szomorú, mert a sportnak a hitelességét tönkreteszi, és én ezt is a dopingnak a káros hatásai számlájára írom, mert hogyan mondjuk azt a mai gyerekeknek, hogy tessék nézni az olimpiát, ott vannak az ikonok, a példaképek, azért válasz ezt a sportágat, hogy olyan legyél, és aztán egy év múlva kiderül, hogy változik az egész sorrend, és az elsők azok megdőlnek, és hát ugye 79 érmet kellett visszavonni. A spanyoloknak van egy súlyemelő hölgye, aki erősen azért a középmezőnyben tartozott, és egy ötödik, meg egy negyedik helyet szerzett Pekingben, illetve Londonba, és aztán hát ugye postán kapott egy aranyérmet, meg egy ezüstérmet, mert az előtte levő 4-5 az kihullott, és hát megkapta. Egyrészt nem ugyanaz az élmény a sportolónak sem, értelem szerint, tehát nem ugyanaz ott állni a közönség előtt, a hazája előtt, a tévé közvetítés előtt, és megélni azt, hogy olimpiai bajnok, hát nyilván nem ugyanaz, ugye a VADA, illetve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt mondja, hogy tessék méltó körülmények között átadni. Hát szegény postás hogyan tudja méltó körülményeket? Tessék, gratulálok. Tehát nem ugyanaz az élmény. És hát nyilván az is nagyon szomorú, amikor azt mondjuk, hogy 4-5, tehát hogy te akkor hanyadik helyezetig kell visszamenni, vagy mikortól mondhatjuk azt, hogy az első 20-nál legyünk óvatosak, a 21-dik már igen, vagy mi történik? De hát ugye 10 év alatt azért ugye sok minden kiderülhet. Na nézzünk egy-két híres esetet. Mondtam itt az elején, hogy a képekkel óvatosan, egyébként annak idején a Ben Johnsonnak a menedzsmentjét kértük, hogy egy dopingellenes kampányhoz szeretnénk az arcát felhasználni. Ez egy teljesen non-profit, ugye mi eleve közhasznú non-profit szervezet vagyunk, ez egy teljesen non-profit, kifejezetten dopingellenes kampány lett volna, nem egyezett bele. Úgyhogy óvatosan a képekkel, önöknek mutatom, de azért nem szeretnék senkivel sem pereskedni, de ami tény, az tény. Tehát azt gondolom, hogy a Ben Johnsonnak az esetét azért azt tudjuk, ugye szöuli olimpia, stanozoló, tessék? Képnök is megismerjük. Stanozoló pozitív eset, és hát aztán ugye a fegyelmi tárgyalásra már egy 30 kilós fogyással és egy ilyen komoly nyakredővel sikerült érkezni, ugye lehetett látni, hogy a szteroid használat után a megvonási szakaszban már teljesen összeesett
az ember, és hát ugye ő, nem ő volt az első, aki megbukott a doping ellenőrzésen, de ő volt az első, aki ezért egy aranyérmet és egy olimpiai címet veszített el. Ugye kiszámoljuk gyorsan, hogy 88 az hányban volt, akkor mindig kérdezik tőlem elsősorban az újságírók, hogy de stanozolol, hát ki használ ma stanozolol, hát ez egy 40 éves szer, hát ez ősrégi szer. Kérem szépen, ma a pozitív eseteknek a 60%-a anabolikus androgén szteroid, amiben elsöprően magas a stanozololnak az aránya. Most nem kedvet szeretnék hozzá csinálni, de az egyik legjobb izomtömegnövelő. Messze. Messze. Ugye itt mutattam az újravizsgálatokat, most a nevek nem annyira érdekesek meg az országok, de a szerek. Én az újravizsgálatoknál vártam, hogy most meglátjuk a nagy designer szereket, az új felfedezéseket. Mit használ a világ? Mit használ a világ? Stanozolott például. Aztán itt van ez a dehilklorometil-tesztoszteron, ez az oráltulinaból, Heidi Krieger, ugye? Nandrolon, metil-tesztoszteron, metandienon, tehát nincs új a nap alatt. Én azt gondolom, hogy az anabolikus androgén szteroidok továbbra is vezetnek. Messze vezetnek, olcsó, könnyű hozzájutni. Sajnos Magyarországon is testépítő termekben lehet, étrendkiegészítőket szennyezik vele, tehát ezen a téren szerintem nagyon nagy baj van. Vissza a fiúkhoz. Carl Lewis, 9-es olimpiai bajnok, sosem bukott meg a pályafutása során, de mindig vádolták, mind a 9 érménél, és hát ugye most ugye lelkes élharcos a doping ellenes hát munkának, annyira, hogy össze is vesztek Usain Bolttal, mert hát ugye Carl Lewis megvádolta Usain Boltot, aki egy jamaikai szuperzseni futó, most már ugye visszavonul, de tudjuk jól, hogy sokszor olimpiai bajnok. Hát, hogy könnyű nektek, mert Jamaikában nem ellenőriznek benneteket, bezzeg mi itthon Amerikában, mire azt mondta ugye Usain Bolt, hogy hát nem nagyon kéne firtatni, mert azért a pályafutásod során azért te sem voltál egy angyal. Hát bele nagyon nagy televíziós vita és egymásnak üzengetés történt, de hát azt gondolom az igazságot sosem fogjuk megtudni, csak gyanítjuk. Viszont Florence Griffith Joynerre talán emlékeznek, ő egy abszolút szupersztár ikon volt, ugye minden szempontból egyrészt egy gyönyörű szép nő, topmodell, divat ikon, ugye ezt a ruhát ő tervezte, ez a saját tervezése volt, ez a csuklyás ruha ma is nagyon-nagyon népszerű, nagyon híres volt a körmeiről, tehát tényleg akkor minden kislány így akarta, mindenkinek ilyen volt, nagyon, tényleg nagyon-nagyon népszerű volt, és nagyon sok szép eredményt ért el, azt gondolom, amit egy sportoló elérhet, azt ő elérte, a csúcsok csúcsára jutott, de hát sajnos 38 éves korában egy agyvérzés következtében elhunyt. A Vadának az első elnöke, Richard Pound úr írt egy könyvet, amiben hát őt megnevezte, mint a doping egyik olyan áldozatát, akinek az életét követelte a doping. Természetesen a család tiltakozott, a postmortem, tehát a halál utáni doping ellenőrzés az negatív volt, ugye hirtelen sportolói halálnál szokás egyébként doping ellenőrzést végezni, ezt meg lehet tenni, de hát nem is ekkor kapta, hát Heidi Krieger sem 40 éves korában szedte az oráltulinabot, hanem 13 éves korától. Minden esetre ma őt a szakirodalom úgy tartja nyilván, mint az egyik ilyen áldozatát a dopingnak. Azért 38 évesen egyébként egy talpig egészséges nőnek, aki e-sportoló, nem szabad meghalnia így a ilyen körülmények között, és hát ugye az is nagyon beszédes volt, hogy az ő sógornője, Jackie Joyner Kersey, aki szintén egy nagyon ismert sportoló volt, azonnal visszavonult, és azt mondta, hogy ő nem kockáztatja tovább az életét és a pályafutását. Marion Jones, ő szerencsére nem halt meg, ugye már említettem annak idején a THG kapcsán, a tetrahidrogesztil, ugye ez volt az a bizonyos Balco laboratórium, Victor Comte, aki a labort vezette, és ezt a bizonyos THG-t kidolgozták, és itt fejlesztették ki ezeket a tiltott anabolikus androgén szteroidokat, hogy nagyon halványan és nagyon zárójelben jegyzem meg, és nem szeretnék senkivel sem pereskedni, de ez a Balco laboratórium egyébként a California Fitness cégnek volt a leány laborja. Természetesen a cég elhatárolta magát, és azt mondta, hogy nincsen hozzá semmi köze, de azért ne legyenek illúzióink, tehát egy ilyen labornak a működtetéséhez nagyon-nagyon sok pénzre van szükség, és nagyon komoly emberi erőforrásra, tudásra, eszközre, labortechnikára, ez magától ezek a laborok nem nőnek ki. Tehát nem tudom, hogy a California Fitnessnek mennyi szerepe volt benne,
de egy biztos, hogy azért ezek maguktól nem lesznek. Ugye hát szegény Marion Jones is ugye belebukott ebbe a történetbe, ebbe a bizonyos THG-ba, és hát ugye 2000-es aranyérmeit, illetve egyéb érmeit elvették. Ráadásul ő elkövetett még egy nagyon nagy hibát is, ugye ő egy csúnya válóperbe került be a férjével, az első férjével, Tim Montgomeryvel, aki szintén egy nagyon híres sportoló volt, és hát ugye egymás mellett tanúskodtak, hogy sosem dopingoltunk, és hát egymás mellett tanúskodtak, csak hát aztán a válóper során ezt a tanúvallomást visszavonta, és hát azt mondta, hogy hát én nem, de ő igen, amit ugye nem díjaztak, és hát mintha ez kiderült, hogy a THG botrányban ő is benne van, ugye hamis tanúzásért 6 hónap börtönbüntetést is kapott, és amikor az akkori elnökhöz folyamodott kegyelemért, akkor hát az volt a válasz, hogy aki ilyen szégyent hoz a hazájára, az menjen el, az ne kegyelemért folyamodjon, hanem menjen el. Ő egyébként egy életre el van tiltva az atlétikától, ma kosárlabda edzőként próbál megérni. Tehát nagyon magasra lehet jutni, és nagyon mélyre lehet zuhanni. Szerencsére az egészségével talán nincsen baja, vagy azt nem tudjuk, hogy ennek lett-e következménye, de hogy a karrierje teljes egészében tönkrement, az biztos. De itt a fegyelmi tárgyaláson már közel sem olyan vidám a kép, és hát ugye lehet látni, hogy mennyire meg van törve. Athén, még visszatérve egy pillanatra Marion Joneshoz, ugye ez, amit mondtam, hogy a sportnak az egész hitelességét tönkreteszi, a 2000-es érmét vették el, és akkor 2004-re lett vége a pernek, meg a különböző vizsgálatoknak, és akkor 2004-ben azt mondta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy oké, osszuk ki akkor az aranyérmét, adjuk oda a 2000-ben második helyezettnek, na ez a hölgy, Ekaterini Tánó volt, ugye a görögöknek a nagy futója, aki 2004-ben bukott. Na akkor mindenki vakarta a fejét, hogy hát akkor ne adjuk neki oda, de akkor kinek adjuk oda? Úgyhogy ezek nagyon nehéz kérdések, úgyhogy ez komolyan felmerült, hogy nem kiosztani, hanem visszavonultatni az érmeket. Úgyhogy hát mi meglátjuk, hogy hogyan tovább, mert azért ugye most láttuk, hogy 75 érmet visszavonni és újra kiosztani, az sem lehet egy egyszerű történet. Hát a mi fiainkat, azt nem kell bemutassam, azt megértük, ugye 2004-ben én szerencsére még nem voltam benne ilyen szinten a rendszerben, nekem a 2005-ben kezdődnek az ezzel kapcsolatos élményeim, a Vadának minden évben van márciusban egy világkongresszus a Lozánból, szinte kötelező megjelenni, tehát ott mindenki delenál egy tagot, és nem csak meghallgatjuk, hogy mi lesz majd a jövő évnek, vagy a következő évnek a változása és a fejleménye, mert kicsit be is kell számolni arról, hogy mi van otthon. Na, hát 2005 márciusában engem itt fölállítottak, és 86 ország küldöttje előtt megkérdezte tőlem az elnök, hogy hát mi zajlik Magyarországon, mert itt valami nagyon nagy gáz volt, ugye az athéni olimpián nagyon kellemetlen volt. Nyilván köpni nyelni nem tudtam, hogy mit mondjak, de én azt gondolom, hogy azóta ezt már leküzdöttük, és én nem gondolnám, hogy bármely magyar sportolót valamilyen hátrányos megkülönböztetés érne emiatt az emlék miatt, de sokat kellett ezért dolgozni, és ehhez kell egy fedhetetlen és kőkeményen működő dopingellenőrző rendszernek is lennie. Hát aztán még olyan országok, ahol azért legyünk igazságosak, tehát nem csak mi buktunk meg, meg szegény NDK-sok, meg ugye oroszok, tehát azért vannak még olyan országok, ahol vannak problémák, nehéz bizonyítani. Ugye szoktam mondani, hogy más gyanítani, és más bizonyítani. De ez mindenképpen elgondolkodtató volt, ugye emlékszünk erre az ifjú hölgyre, 16 évesen az 50 méteres vegyesen, 200 és 400 vegyesen nyert olimpiát, 50 méter gyorsan, ugye jobb időt tudott, mint a regláló olimpiai bajnok úriember. Aztán ezzel a hölgyen nem olyan régen találkoztam, ugye 17-ben a vizes VB-n gyakorlatilag nincsenek eredményei, 16 évesen sokkal jobban úszott, mint most. Kínáról is született egy dokumentumfilm, nyilván erre is nehéz azért teljesen a mélyébe látni. Ez is egy nagyon nagy port vert fel, ez a dokumentumfilm. Ugye itt most a dopingon túl, ugye Kínában azért egy picit mások az edzésmódszerek, és más egy kicsit az egész gondolkodásmód. Egyébként ez a kínai olimpiai központnak, ami egy ilyen hihetetlenül őrzött, szinte katonai objektum, nagyon nehéz oda bejutni, mi rendszeresen megpróbáljuk. Ez van a falára ír, hogy mindent megteszek, hogy hazám dicsőségét szolgáljam, meg van még egy másik mondat is, hogy csak az aranyérem számít, a többi nem. És ezt ők valóban alá is rendelik ennek magukat, egyébként hihetetlen milyen munkát is végeznek,
de az kétségtelen tény, hogy, hogy sok kínai olimpiai bajnokot újra nem látunk, mert ugye jön a következő, persze közel 2 milliárd emberből könnyebb meríteni, nem tudom, tudják-e, hogy 1 millió regisztrált súlyemelő van Kínában, és 10 millió pingpongos. Tehát mondjuk 1 millió súlyemelőből, nekünk elsősorban a súlyemelés a profilunk, hát a súlyemelő kínai nemzeti bajnokság az erősebb, mint az olimpiai döntő. Mert ott limitálva van az olimpián, hogy egy ország hány sportolót delegálhat, nyilván itt bármi megtörténhet. Aztán ne csak országokról beszélünk, hanem sportágakról is. Hát ugye nem lehet a Tour de France nélkül egy dopingellenes vagy dopinggel kapcsolatos előadást befejezni. Ugye a Tour de France, itt csak a győzteseket gyűjtöttem össze, nem nagyon van olyan, akit ne tiltottak volna el, vagy ne bukott volna meg a doping ellenőrzésen. Az egy darab Greg LeMondot említeném meg, ugye ő sosem bukott meg, és ő most hát eléggé csúnyán nyilatkozott a mostani mezőnyről, hogy ugye mindenki dopingol menne, mire a mezőny is csúnyán nyilatkozott róla, hogy örülj neki, akkor még nem volt tiltólista, és senki nem nézte, hogy ki mit szed. Nem tudjuk az igazságot, de egy biztos, hogy a Tour de France a doping szempontjából egy teljesen önálló entitás. Tehát nem összekeverendő a kerékpársporttal, nem összekeverendő az országúti kerékpárral, ez egy teljesen önálló egység. És doping szempontjából rendkívül érzékeny és nagyon fertőzött. Miért? Az, hogy 220-250 kilométeres szakaszok vannak benne, ez nyilván zseniális kerékpárosok, nem mi földi halandók, zseniális kerékpárosok meg tudják tenni egy nap. Az, hogy minden szélsőséges időjárási körülmények között is meg kell tudni tenni, tehát óriási szint különbségek vannak, sokszor a Pireneusokban mínusz és szakadó eső lent a völgyben 40 fok, tehát még ez is belefér. Az, hogy 40-50 km/órás sebességgel képesek menni, vagy még többel is, ezt is nyilván a zseniális kerékpárosok meg tudják tenni. De ezt 3 hétig, arra majdnem, hogy azt mondom, hogy elképzelhetetlen segítség, külső segítség nélkül. De egyszerűen az emberi szervezet ilyen szintű maximális csúcsra járatást egyszerűen nem biztos, hogy tudja hozni, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy az emberi teljesítőképességnek erősen a határán van ez a fajta mozgás, és ez a fajta sport, és hát innentől kezdve ugye borzasztóan dopingérzékenynek számít. Marco Pantani, ugye nagyon híres, az olaszok nagy ikonja volt, 34 évesen hunyt el, ugye, a nagy öreg, vagy az öreg, ez volt a beceneve, ki gondolná, hogy ez az úr 34 éves? Ki gondolná, hogy ez az úr 34 éves, végül is tűnik, hogy egy kábítószer túladagolásban halt meg, de ugye a különböző tiltott szerek megvonásában, amikor abba hagyja az ember, akkor az öngyilkossági hajlandóság az nagyon felerősödik. Tehát ugye ez azért elő szokott fordulni. Ugye nem véletlen például az anabolikus androgén szerek egyértelműen hozzászokást okoznak. Fizikálisan is és mentálisan is. Tehát nem egy sportolóval beszéltem, aki megbukott, tudtuk, hogy szteroidot szedett, nagyon nehéz tisztán visszatérni, nem tud. Egyszerűen nem úgy jön a súly, nem úgy megy az edzés. És egy idő után elveszti a türelmét, a motiváltságát, és megint hozzá fog nyúlni, mert nem olyan, mert semmi sem olyan. Nagyon hasonlít a kábítószerre. Sajnos azt kell, hogy mondjam. Igen, tehát hogy sajnos a Tour de France kapcsán ugye eljutott oda a dolog, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság komolyan fontolgatta, hogy a kerékpárt száműzni kell az olimpiai programból, amire azt tudom mondani, hogy az emberiség kultúrtörténetéhez hozzátartozik a kerékpár, nem? Azt mondják, hogy a sportágak közül a szabadidő szempontjából a legnagyobb társadalmi bázis a kerékpárnak van. Hát most éppen vasárnap volt Budapesten egy hatalmas nagy I Love Bike kerékpáros felvonulás, nem is tudom, több tízezer résztvevővel. Tehát mindenkinek van otthon biciklije, vagy van olyan a családjában, aki azzal jár dolgozni. Na, nagyon helyes, tehát ez egy nagyon jó kis sport. Kétségtelen, hogy, mint mondtam, minden emberi képességet lehet meg nem engedett eszközökkel is fokozni. De Fuentes doktor, a doping doktor, Eufemiano Fuentes, a spanyoloknak a nagy doping doktora, ugye ő a Tour de France-nak az egyik ilyen háttér mágusa volt,
annak idején, amikor letartóztatták és házkutatást tartották nála. Ugye 211 tasak vérkészítményt találtak, sok ezer tablettát, de ami sokkal izgalmasabb volt a vada szempontjából, különböző kezelési naplókat találtak. Ma már a doping vétség kijelentéséhez nem kell feltétlenül pozitív eredménynek lenni, az úgynevezett nem analitikai doping vétség, például bármilyen olyan bizonyíték, ami bizonyítja, hogy a sportoló ilyen tiltott szert kapott, vagy hogy összefüggésbe hozható a neve, vagy tanúvallomások alapján is el lehet tiltani a sportolót. Ugye Fuentes-t, doktort becsukták, és hát a börtönbe ott nyilván olyan társakat tettek mellé, akik azért bőszer jegyzeteltek, hogy mit mond. Ez is egy technika volt, és ő ezt mondta, hogy ha én vallanék, nem lenne Európa-bajnok és világbajnoki című. Most mindenki gondoljon, amit akar, de azért a gyengébbek kedvére odaírtam, hogy vélhetően mire gondolt, mert kiderült, hogy ezek között a titkos naplók között kerékpáros, teniszező, atléta, focista és ökölvívó volt. Nincsenek nevek. Jelen pillanatban a legfelsőbb bíróság előtt van, hogy a VADA szeretné megkapni ezeket a kezelési naplókat és ezeket a neveket. Nincsenek nevek. Állítólag az első fokú tárgyaláson, amikor a spanyol bírónő meglátta a kezelési naplókat, akkor szó szerint elalélt, és azt mondta, hogy ezt meg kell semmisíteni, és ezt itt nem lehet nyilvánosságra hozni. Hát mindenki gondoljon, amit akar, hogy milyen nagy hírességek lehetnek benne, de azért van olyan teniszezője a spanyoloknak, aki ellen rendszeresen tüntetnek, mondván, hogy hát a dopingban benne van, sosem bizonyította senki, gyanúsan sokszor meg tud sérülni, és ugyanolyan gyorsan vissza is tud aztán térni, de ez önmagában csak egy gyanú, bizonyítani kell ahhoz, hogy valakit vádolni lehessen. Lance Armstrong, hát ő nélküle ugye nem lehet azért egy ilyen előadást befejezni. Ő a ikonikus alakja és állatorvosi lova a doping ellenőrzésnek. Ugye Lance Armstrong 7-szeres túr győztes és 7-szeres túr vesztes is, hiszen mind a 7 túr győztes címét elvették, amikor hát kiderült, hogy mind a 7-et dopingolással szerezte. Ugye itt voltak pályatársak, akik hát erősen ellene vallottak, és hát ismerjük ezt a híres televíziós show műsort, amire azt mondják, hogy a multimillió dolláros confession, vagyis hát a sok millió dollárt érő ugye vallomás volt, ugye a Oprah Winfrey Show, ahol az volt a feltétel, hogy ezekre a kérdésekre igennel vagy nemmel válaszol, és hogyha ezekre válaszolt, utána indulhat csak a show. Hát ugye itt látjuk az eredeti kérdéseket, szedette tiltott szert, igen, szedette vérdopingot, EPO-t, igen, kapott-e transzfúziót, tehát vérátömlesztést, igen, szedette, vagy kapott-e tesztoszteront, szteroidot és növekedési hormont, igen, és kapott-e tiltott szert a túr győzelmei alatt, és hát ugye mind a 7 túr győzelménél hát használt valamilyen tiltott szert. I doped during all 7 tour wins, tehát mind a 7 győzelmemnél használtam tiltott szert, mondta ő. Így indult a show, hozzáteszem, ezzel a showval majdnem annyit keres, mint hogyha aktív sportoló lenne, pedig ugye egy életre el van tiltva a kerékpár sporttól. Viszont szeretne visszatérni triatlonosként, ott van egy 1,5 millió dolláros szerződés függőben, aminek az az ára, hogy ő most nagyon együttműködik a dopingellenes szervezetekkel, tehát például ezeket a bevalló műsorokat is, ugye ezért ez kvázi a vádalkúnak a rész, ugye nem büntető ügy, de azért nagyon hasonlít a vádalkúhoz, és ezek az urak, akik ott ellene vallottak, ezek mind hasonló vádalkút kötöttek, mert 26 tanúvallomás volt ellene, mind a 26-an valamilyen eltiltásokat törtik dopingvétség miatt, és hirtelen átálltak a jó oldalra. Lance Armstrong nem a kedvencem, azt lehet érezni abból, ahogy beszélek, megmondom, hogy miért. Lehet, hogy az én számból az olyan furcsán hangzik, de nem az a fő bűne, hogy dopingolt. Mert azt más sportoló is megteszi. Én sokkal nagyobb bűnnek tartom azt, hogy egy olyan szervezetet vezetett, ugye a US Postal az egy nagy múltú, nagy
amerikai kerékpáros klub, aminek ő tulajdonostársa is volt, és az atlétikában a nyúl fogalma az ismert, ugye a nyuszinak az a dolga, hogy szalad, és viszi a mezőnyt, és aztán valahol a féltávnál, vagy a vége felé kiáll, de közben ugye az iramot futotta, és a sztárok akkor hirtelen előjönnek, és megnyerik a versenyt. Hát ő ugyanilyen nyulakat használ, csak doping szempontjából. Tehát azt gondolnánk, hogy egyéni sport a kerékpár, de igazából egy csapat dolgozik azért, hogy a sztár az nyerjen. Tehát fogják a légellenállást, fogják a többieket, és kvázi egy ilyen kis buborékban viszik magukkal a főszereplőt azért, hogy ne sérüljön, hogy könnyebben bírja, stb. Ez mind rendben is van, ugyanezt csinálták doping kérdésben is, tehát ott azért mindenkinek szednie kellett, benne volt a szerződésében, enélkül nem lehetett, nem indulhatott a US Postal színeiben, és azt gondolom, hogy ez már valóban bűnszervezet. Tehát másokat felhasználni, másoknak nem adni választást azért, hogy én eredményt érjek el, és másokon szereket kipróbálni, vagy bemérni, hogy megbukik-e vele a doping ellenőrzésen, vagy nem. Én ezt nagyobb bűnnek gondolom, mint az, hogy valaki saját maga dopingol-e, vagy nem. És akkor már arról ne is beszéljünk, hogy ugye ő egy nagyon népszerű alakja volt, hiszen neki volt egy daganatos betegsége, amiből felépült, létrehozta ezt a Livestrong nevezetű mozgalmat, mert nagyon sok rákos megbetegedésben szenvedő embernek példát adott, reményt adott. Most ezt az egésznek a hitelességét egy mozdulattal kihúzni azzal, hogy egyébként egy csaló, azt gondolom, ez nagyon nagy bűn. Tehát tessék élsportolóként gondolkodni az élet minden területén, és fegyelmezetnek lenni, és felelősséget vállalni. Nem engedheti meg magának egy ilyen ikon, hogy ezt tegye. Az én elgondolásom szerint. És akkor végezetül 2-3 mondatot csak az orosz ügyről, mert nyilván találkoztak, mert aki tévét néz, meg újságot olvas, az tudja, hogy mi történt. Ugye ezt a német televízió robbantotta ki 2014. decemberében. Egy házas pár, ez a házas pár Julia és Vitali Sztyepanov. Julia Sztyepanov a spoga is futó, Vitali Sztyepanov pedig az orosz dopingellenes szervezetnél dolgozott, rejtett kamerás technikával vettek fel különböző interjúkat orosz sportolóktól, és kérdezték meg őket, hogy mi a kapcsolatuk a dopinggal, ugye itt hát rengeteg nagyon elszomorító mondat derült ki ebből a rejtett kamerás felvételből. Az derült ki, hogy gyakorlatilag a 90%-a az orosz sportolóknak érintett, mert a jövedelmének egy részét vagy arra költik, ezt visszaforgatják a rendszerbe, vagy arra költik, hogy tiltott szert vegyenek neki, vagy arra, hogy eltüntessék a biológiai útlevél eltéréseket, tehát hogy a saját paramétereknek a hirtelen változását. Természetesen egy nagyon csúnya üzengetés és egy ilyen hidegháborús hangulat kezdődött kelet-nyugat tengellyel, de hát aztán ugye később kiderült, hogy sajnos ezek a vádak azért ezek megállják a helyüket, aminek az lett a vége, hogy az orosz atlétákat, a súlyemelőket és a parasportolókat kollektíven eltiltották a Riói olimpiától, tehát nem lehettek ott, egyetlen egy orosz sportoló sem lehetett ott ezekben a sportágakban, illetve más sportágakban meg kvótát vettek el tőlük, és hát Oroszországot az úgynevezett leminősített országok közé tették, ezt kockáztattuk Athénba, hogy a leminősítés az azt jelenti, hogy nemzetközi versenyen nem indulhatnak a sportolói, csak ha a nemzetközi közösség engedélyezi, tehát egyesével kell őket akkreditálni, praktikusan aki nem otthon él, akit külföldi ellenőrök ellenőriztek, azok tudnak indulni, és hát azért a riói csapat mondjuk egy 6-700 főből 300-ra csökkent, aki indulhatott, illetve leminősített ország nemzetközi sporteseményt nem rendezhet, tehát elveszik a rendezési jogot. Nagyon komolyan fontolóra vették, hogy a 18-as FIFA labdarúgó világbajnokságnak a rendezési jogát elveszik Oroszországtól. Nem olyan könnyű elvenni, mert kinek adjuk, tehát nem annyira egyszerű, de az is felmerült, hogy megrendezhetik, de nem indulhat rajta orosz csapat.
Úgyhogy ez egy nagyon nagy vita volt, végül is hát ugye hát aztán győzött a politika, és hát indulhatott rajta orosz csapat is, és meg is rendezhették, de például a mintákat, 2001 nehány száz mintát azonnal átszállítottak, ahogy levették, csak külföldi dopingellenőrök dolgozhattak, és ahogy levették a mintákat, azonnal Lozánba szállították repülőgéppel, tehát semmi nem maradhatott ott Oroszországba. Hozzáteszem, ugye mondtam, hogy a Riói olimpián igencsak megtizedelten érkezett az orosz csapat, hozzáteszem, hogy így is egy igen csökkentett létszámmal az országok listán a negyedik helyen végeztek. Hát én azt gondolom, hogy Oroszország dopinggal vagy doping nélkül még mindig sportnagyhatalom, és még mindig számolni kell vele. Hát aztán az íre a pontot, ugye ez az államilag asszisztált szisztematikus dopingolás tette föl, ami nagyon-nagyon hát berágott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Nyilván olvastak róla sok mindent, ugye ez a bizonyos McLaren jelentés, Richard McLaren úr egy CASS bíró, CASS a lozáni sportdöntő bíróság, ugye az a legfelsőbb szint a sportban, a CASS-nak a szava szent, az ellen fellebbezni sem lehet. Ő vezette ezt a vizsgáló bizottságot, és ez a Szocsi téli olimpiának az antidoping laborjának a meghamisításáról szólt, ugye kiderült, hogy hát magát a labort már úgy építették meg, hogy tudták azt, hogy hol vannak a biztonsági kamarák, tudták azt, hogy hogy vannak beosztva a nemzetközi ellenőrök, tehát mikor jönnek a vadások, mikor van a beosztások, és aztán hát ugye ilyen ez a bizonyos Luca falon effektus így híresült el, különböző konnektornak átszázott lukak voltak a falon, és akkor az éleple alatt itt a titkosszolgálat emberek kicserélgették azokat a mintákat, amikről tudták, hogy baj lenne velük, és hát feltördelték, kicserélték, a donor vizeletet, tiszta vizeletet beletették, és ezt visszacsempészték. Nyilván ez kellett a laboros, tehát erre már nem lehetett azt mondani, hogy ez egy sportolónak vagy az edzőjének az ötlete. Itt már én azt gondolom, hogy ezt valóban el kellett fogadni, hogy ez egy sokkal magasabb szinten zajlott, és itt komolyan tudomásának kellett lennie róla sportvezetőknek is. Hát ez volt az, ami annyira kiverte a biztosítékot, és ami miatt Oroszországot például a Pjongcsángi téli olimpiáról ugye egyetlen egy orosz diplomata nem vetett rajta részt, nem lehetett eljátszani az orosz himnuszt, nem vehették fel a nemzeti színű ruhájukat, tehát ki se lehetett ejteni senkinek a száján, hogy orosz sportoló, nem lehetett kiírni, hogy Rasszia a ruhákra, tehát ilyen nagyon komolyan korlátozták, mert hát azért ez tényleg egy ilyen hajmeresztő történet volt. Természetesen ezer folyamodványa lett ennek a dolognak, ugye Grigori Rodchenko úr, aki a moszkvai labort vezette, és hát aztán most kalandos körülmények között, de elmenekült Oroszországból, és most valahol az Egyesült Államokban él, de azt gondolom, hogy nem sokáig fogjuk őt látni. Ő most tanúskodott, de például az Egyesült Államokban bevezették az Act Rodchenko, tehát a Rodchenko törvényt, ami arról szól, hogy tiltott teljesítményfokozáson fogott sportolót is be lehet börtönözni, és hát egy nagyon komoly jogszabályt alkottak. Aztán ugye készült erről egy dokumentumfilm is, Icarus címmel, mindenkinek javaslom, hogyha meg tudja nézni az interneten, akkor tegye. Ugye ez nyerte el a dokumentumfilmek Oscar díját, mert annyira hát merész és innovatívnak ítélte meg az amerikai film akadémia. És akkor napjaink utolsó momentum, ugye próbáltam valami nagyon frisset hozni, hát ez még friss, meleg és ropogós, hogy az osztrák kollégák Seefeldben a Nemzetközi Sí Szövetség felügyelete mellett zajló sívilágbajnokságon egy ilyen nagyon összehangolt 16 helyszínes házkutatás során hát csaptak le. 19 februárjában 21 fő előzetes letartóztatásban van, ebből 7 sportoló, a többi egészségügyi szakember, sportszakember, sportolók, stb. Kiderült, hogy a doktor, ugye a mágus, mindig van mögötte egy doktor és egy nagy mágus, az német, és Erfurtban tartóztatták le párhuzamosan az osztrák lecsapás mellett, és talán emlékszünk erre, ez bejárta az internetet ez a videó, egyébként ez azért nem volt teljesen legális, ez úgy szivárgott ki a nyomozati anyagból. Max Haukének hívják, ő egy sífutó, és gyakorlatilag ez egy klasszikus tetten ér, és ugye beléptek a rendőrök, és itt
itt ült a srác, és a kezéből lógott ki a tasak vér, és éppen kapta a kis vérdopingot, meg sem tudott szólalni, tehát tényleg sokkos állapotba került, kérdezték tőle, hogy van még más is itt a szobában, de most ott rá válaszolni annyira, hát nyilván sokkolta ez a fajta lebukás, ugye így vége a karrierjének. Tehát ez ellen nincs itt mondani. Ezt nehéz védeni, tehát ez minimum 4 éves eltiltás, ha nem egy életre szóló eltiltást fog jelenteni. És akkor utolsó záró gondolat, mit lehet tenni? Hát nyilván vannak technikai lehetőségek, van a vadának mindenféle ötlete, biológiai útlevél, nézzük a sportolók saját paramétereit, ha abban eltérés van, az gyanút jelent, lehet 10 évig őrizni, új metódusok, rengeteg pénzt költene tudományos kutatásra. Amiben én hiszek, és ez talán nem annyira a természettudomány, amiről itt az előbb beszéltünk, hanem sokkal inkább a társadalomtudomány, az a nevelés. Picikortól kezdve, ha megértetjük, hogy a doping csalás, hogy a doping az tönkreteszi a sportot, tönkreteszi az emberi szervezetet, veszélyes, akkor talán, mikor választás elé kerül, mert választás elé fog kerülni, mert ma tényleg, hát ha nem is minden sarkon, de az edzőtermek nagy részébe szembe fog kerülni a választással, akkor talán nem ezt fogja választani, vagy nem ezt az utat fogja választani. A japánoknak van egy kutatása, ugye Japánban nagyon kevés a pozitív eset, ha van is, akkor azt rögtön kiközösítik, és azonnal önmagától visszavonul, és ugye most a téli olimpián egy gyorskocsázó fiatalember, megbukott japán fiatalember, és gyakorlatilag egy olyan szerrel bukott, mert teljesen értelmetlen volt, tehát még akár az is lehet, hogy valami szennyező anyagként került a szervezeti, mert maga a vada ajánlotta fel, hogy védekezzen, de azt mondta, hogy nem, tehát ő szégyent hozott az országára, ő azonnal saját költségen hazautazott a téli olimpia színhelyéről, és abba hagyta a sportolást, pedig mondom, azért a védekezés szempontjából sokféle lehetősége lett volna, hát erre azt mondják a japánok, hogy ez a szamuráj erkölcs, a busidó áthatja ugye a japán társadalmat, és kicsikortól kezdve a szenszeinek, a mesternek a tisztelete, az időseknek a tisztelete, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és a picikortól kezdve ezt beléjük, neveljük a gyerekekbe, akkor talán elérjük azt, amit a japánok, hogy nagyon kevés pozitívjuk van, és ott is rögtön ugye a sport elhatárolódik attól, aki megtéved. Tehát harakirit azért nem kell elkövetni, az ma már nincsen, de minden esetre tényleg nagyon-nagyon komolyan veszik. Mi nagyon messze vagyunk még ettől, de nagyon bízom benne, hogy azért azzal, hogy én eljövök ide önökhöz, hogy erről beszélünk, hogy majd lehet kérdéseket is föltenni, egy picit közelebb kerülünk ahhoz, hogy önök, akik majd hazamennek, és gyerekeik vannak, unokáik vannak, tanítványaik vannak, akár sporttársaik vannak, tovább vigyék azt, hogy a doping nagyon veszélyes, erkölcsileg is tönkreteszi a sportot, és egészségileg is nagyon káros. Köszönöm szépen, bármi kérdés van, szívesen válaszolok.